lassan újra itt van a táborok, a nyári táborok ideje, és újra itt van velünk Tóth Béla, a tábor figyelő alapítója, hogy egy kicsit arról beszélgessünk, hogy akkor milyen táborok várnak ma a gyerekekre, mi alapján válaszunk. Igen, mert legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor ugye a covidos helyzetről helyzet határozott meg mindent, és végre talán ez idén már nem megjellemző. Pontosan, szerencsére már nem jellemző, annyira nem jellemző, hogy a hatóság minden a koronavírussal összefüggésben lévő szigorított szabályt azt visszavont, úgyhogy teljesen szabadon tudnak táborozni a gyerekek már a nyártól. Igen. A félősebb vagy jobban tartó szülőket azért egyúttal megnyugtatnám, hogy minden olyan szabály, ami 2019-ben érvényben volt, vagyis a koronavírus előtt, az most is érvényben van, azaz egészségesen megy a gyermek táborozni és élményeket, teli, egészségesen jön is onnan haza, úgyhogy nem kell őket félteni, bátran táboroztassunk. Sok-sok tábor van, gondolom én. Ha, ha igen, akkor mondjuk mennyi, mennyi tábor közül lehet választani? Most nálunk a táborfigyelőnél több mint 900 tábor tábortúrnus közül Most lehet szérf. már választani, úgyhogy nagyon széles a kínálat. És szükség is van erre a kínálatra, ugyanis a január közepén elindult előfogási szezon ö, kezdetétől több mint 15%-kal magasabb a jelentkezések aránya. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor, és ez a diagram nem csökken, már pedig nem úgy tűnik, hogy csökkenni fog, akkor... Magyarországon még soha nem táborozott annyi gyermek, mint az idei évben fog, ami közelíti már a negyedmilliós számot, úgyhogy nagyon-nagyon sok gyermeknek fogunk tudni élményt adni a nyáron, ez nagyon jó hír. És hát a kínálatban az a nagyon-nagyon szuper szerintem az idei évben, hogy a hagyományosabb kézünves, lovas, vagy éppen e, idegen nyelvi, vagy kalandtáborok mellett nagyon sok különleges, vagy meghökkentő táborunk is van. Van gyermek-kutya kommunikációs Na, tessék, ennek a Gábor örült Mesterséges intelligencia táborunk, YouTube videó táborunk, de olyan katonai táborunk, amire nem egy hetes, hanem egy hónapos turnusok vannak. Szóval wow. egy hónapra megy el az adott táborba a gyermek. Én ez jön vissza. Hogy a ebben, mindig mindig mint elment, az biztos. Nem biztos. <laughs> igen, én mindig gondolkozom, hogy egy ilyen egy hónapos tábor, mi még sose vállaltunk ilyet be, hogy az. Hosszú, igen. igen hogy az olyan hosszú idő. Hány éves hát, gyerek? Az, az biztos. Tíz éves kortól már mm. várják az egy hónapos turnusba is a tábor érdeklődő gyerekeket, az egyhetesbe pedig már korábban is. De van például olyan tábor helyszínünk, ahol a gyerekek fákon laknak, mm. és megélhetik azt az álmot, amit Robin Hood és csapata álomvilága jelent, és annyira szövevényes a légbeli helyszín, hogy minden nap más útvonalon tudnak a saját szobájuktól a társaikhoz eljutni, hogyha úgy akarják de van focit és golfot ötlöző táborunk, szóval ilyen elképe elképesztő <laughs> dolgok. számítottam furcsaságokra, de minden elképzelésemet felülmúltad. Igen, ad. nem nagyon van már olyan téma, ami érdekelni a gyermekünket és a táborfigyelőn, ne találnánk rá tábor, szóval nagyon-nagyon széles a kínálat csak érdemes minél előbb foglalni. Sajnos ugye azok az áremelkedések, amiket látunk a boltban vagy a szolgáltatások területén, ez a táborokat sem kerüli el. És nagyon sok tábor volt, akik az elmúlt hétben jelezték, hogy kénytelenek megemelni a táborok árát, viszont azt is jelezték, hogy a már lefoglalt tábor turnusok árait nem változtatják, vagyis aki már lefoglalta, az biztonságban van. Viszont pont azért, mert hogy ezek az áremelések folyamatban vannak, nem lehet garantálni azt, hogy a mai nap 100 forintba kerülő tábor mondjuk két hét múlva is annyiba fog kerülni. Szóval arra biztatnám a kedves tévénéző szülőket is, hogy minél előbb foglaljuk le a tábort. Egyrészt akkor feladat, pipa, megvan a gyerek programja a vakációra, másrészt pedig ezt anyagilag is jobban járhatunk, hogyha ezt megtesszük. Ha már a piszkos anyagiakat említetted, van egy ilyen tól, íg, hogy mennyibe kerül mondjuk egy hét táborozás, ott alvos táborozás? A napközis táborok esetében az átlagdíj az 38.500 forint, az ott táborok esetében 60.000 forint, nagyjából ez a költség, amit egy hétre fizetni kell. Viszont nagyon széles az ároló a táborok piacán. Van olyan ott alvos táborunk, akibe több mint 10 éve dolgozunk együtt, és imádják a gyerekek, és 28.000 forintba kerül, de olyan is, ami 330.000 forint egy hétre. És a két véglet között ár szerint folyamatosan vannak táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcájához igazán passzolót, csak én annyit szoktam kérni, lehetne ne csak ár alapján, hanem ár-érték alapján válasszunk tábort attól lesz értékes egy vakációs lehetőség, hogy minél több aktív programja van, minél több élmény és impulzus éri a gyerekeket, ettől fogják igazán jól érezni magukat. Hát igen, mert ha elmegy mondjuk egy olcsó táborba, de az közben nem túlságosan izgalmas, mi konkrétan volt ilyen tábor, ami hát nem olcsónak nem nevezni, mert nem volt olyan nagyon drága, de, de hát de nem volt csak, túl csak ízgalmas, egy felügyelet. Egy felügyelet volt. volt, és úgy jött el a gyerek, hogy hát ez nem volt túl izgi, annak sok értelme. Ezt kell megtalálni. Mi hogy ugye a táborfigyelőnél mind a 900 tábor most egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működjön, azaz minden szabályt betartsa, illetve a program megvalósítását elvárhassuk tőlük, illetve a program szerkezetre is ránézünk, és tanácsod is adunk, hogyha szükséges, hogy hol érdemes egy picit még egy programot beiktatni, vagy egy kicsit lazítani. De ezt akár ilyen napi szinten végignézitek, hogy a hétfői program ez a keddi program? Az? Így van, így van, pontosan, pont, pont, így néz ki a program átnézése, és innentől kezdve olyan táborokat jelentünk csak meg, amik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek, szóval egy előszűrést végzünk, illetve tudnak még a tábor szűrni minősített táborokra is, ahol több mint 300 kérdéses kérdés kérdőiben megy át minden tábor ahhoz, hogy megkapja ezt a bizonyos tábor minősítő plecsnét vagy pecsétet. Öhm, ők már a minőségi táborok, ha úgy tetszik, már több mint minden negyedik gyermek fog ilyenben táborozni idén, úgyhogy ezek közül is még lehet választani. Hány éves kortól hány éves korig működnek ezek a táborok? Alapvetően 6 és 18 év közötti korosztály az, ami meg van célozva, de az elmúlt években egyre csökken a legfiatalabb táborozóknak az életkora. Ma már kettő-három éves gyerekeket is várnak gyerektáborokba, amik természetesen napközis táborok és nagyon hasonlítanak a bölcsődei és a vodai felügyelethez. Ennek az az oka, hogy ugye mindig az iskolai szünetről beszélünk, ami 11-12 hét hosszú, amit ugye meg, gyakorlatilag megoldhatatlan a családok többségének a felügyelet, de az óvodai és bölcsődei szünet is 5 hét hosszú. És aki nem akarja ügyeletes intézménybe vinni a gyermekét, annak valahogy ezt az 5 hetet is meg kell tudni oldani, ami ugyancsak nem könnyű feladat, és a tábor táborszerezők ebben segítenek, mondom, hasonló a metódus, mint amit már tapasztalt a gyermek, csak némileg minőségi eszközökkel, minőségi programokkal. Ugye le kell foglalni a gyerekeket a mobil és tablet és egyéb dolgok dolgoknak a dinamikája, amit megszoknak, ahhoz képest egy nagyon komoly alternatívát kell a kell, Ki kell robbantani, igen, Így ki kell a... őket robbantani.